Az endometriózis a női eredetű meddőség oka, ahogy ezt ma már egy párszor hallhattátok tőlünk. És most a következő percekben dr. Fülöp István, a Triton Life részleg vezető főorvosa fog előadást tartani a témában, úgyhogy kérlek, gyere a színpadra, és közben itt egy kis átalakítást is csinálunk. Tisztelt hallgatóság, mindenkit szeretettel köszöntök, és nagyon szépen köszönöm a felkérést, hogy ezen a egyre többeket magával vonó endometriózis aktivitásban én is részt vehetek, és egy kicsit mesélhetek arról a területről, ami az én mindennapjaimat és a munkámat érinti, ahol nem csak endometriózis sebészettel, hanem az endometriózis, mint egyik legfőbb női meddőségi okkal szintén foglalkozom. Az endometriózisról nem szeretnék természetesen sokat beszélni, a tünetekről, ez ugye elhangzott, már sokszor mindenki tudja. Itt a legalsó sor az, ami a mai előadásomat érinti. Ugye azt tudjuk, hogy a női eredetű meddőség körülbelül 30%-át azt endometriózis teszi ki. Ahhoz, hogy a termékenységről egyes individuális termékenységi állapotokról beszéljünk, előtte egy kicsit térjünk ki a populációnak a termékenységi folyamatairól. Ugye a populációnak a termékenységét, azt a teljes termékenységi arány adja ki. Ez egy nagyon fontos adat, ugye ez kell ahhoz, ez az adat mutatja meg azt, hogy egy populáció hogy tudja magát reprodukálni. Ugye fontos információ az, hogy egy párnak, hogyha születik egy gyermeke, akkor az még kevés, mert ugye ők ketten vannak, hogyha reprodukálni akarják magukat, akkor kettő embernek, kettő gyereknek kéne születni. Igen ám, viszont a fiúk egy kicsit többen születnek, mint a lányok, ezért azt kellene összehozni, hogy körülbelül 2,1 gyereket kellene szülni egy párnak ahhoz, hogy az optimális reprodukciót tudjuk produkálni. 1990-ben ez a bizonyos termékenységi arány, ez 1,84 volt. Ez azt jelenti, hogy 100 nő 184 gyermeket szült, ez a 210 gyerekhez képest egy pici elmaradás. Az utóbbi két évtizedben a 30 év alatti hölgyeknek a termékenysége 29%-kal, a 30-34 év közöttieké pedig 43%-kal csökkent. Ez egy nagyon fontos adat. A 20. századfordulóján a teljes termékenységi mutató az 5,5 volt, az egy nagyon magas szám. Ugyanez az adat 2005-ben már csak 1,3 volt. Majd ezután jönnek a nagyon csúnya számok. 2011-ben a teljes termékenységi arányszám az 1,23 volt, ami azt jelenti, hogy 2011-ben összesen 88 ezer gyermek született. 2016-ban a teljes termékenységi arányunk az 1,23-ról felment 1,49-re, ami már egy jól hangzó szám, ugye 21%-kal növekedett ez az arány, viszont sajnálatosan a születésszám, ahogy látják, ezzel nem fogok mutatni, mert ez nem olyan jó, a születésszámunk csak 5%-kal nőtt. Ennek az az oka, hogy a szülőképes korú nőknek az aránya, az viszont, illetve a száma, az csökken. És mivel folyamatosan csökken ez a szám, ezért azáltal, hogy a teljes termékenységi mutatónk növekszik, viszont a szülőképes korú hölgyek száma Magyarországon és az egész Európára igaz csökken, ezért sajnos a népesség számadata csökken. Megpróbálták tudósok azt elkezdeni becsülni, hogy 2030-ra, tehát körülbelül 10 év múlva hogy fogunk állni, és szeretnénk elérni egy optimális 2,1-es TTA értéket, viszont sajnálatosan a szülőképes korú hölgyek száma 2016 és 2030 között majdnem 20%-kal fog csökkenni, ezért ha lesz abban a TTA-ban az 1,49-ről egy optimális 2,1-re való növekedés, ami 41%-os növekedést jelent, ez nagyon-nagyon sok, sajnos a születésszámunk az még mindig csak 7%-kal fog növekedni. És akkor térjünk rá az individuális termékenységi állapotra. Ugye meddőségről akkor beszélünk, amikor 12 hónap sikertelen próbálkozás van egy pár életében. Nagyon fontos, hogyha 100 párt figyelünk, akik elkezdenek próbálkozni január 1-én,
akkor ő körülbelül 6 hónap után 50 közülük terhes lesz. A következő 6 hónapban még 35. És a fennmaradó 15%-a a pároknak az, akinél érdemes valamifajta továbblépést tennünk. Sajnos manapság, amikor a terhesség vállalásának a kora a hölgyek életében eltolódik az általunk ideálisnak vett 25 évről 35-37 évre, már azt mondjuk, hogy ne 12 hónap sikertelen próbálkozás után kezdjünk el kivizsgálni, hanem 6 hónap után. Sajnálatosan ez azért van, mert ugye a biológiai óránk, a biológiai elhasználódás következtében az esélyeink egyre romlanak. Azt az időszakot, amikor azt mondjuk, hogy 25 éves kort tekintünk a legideálisabbnak gyermekvállalásra, az akkor termelt ivarsejtjeinknek egyharmada kromoszomálisan selejtes. Már akkor is. Ez nem női ivarsejtekről beszélek, hanem női és férfi ivarsejtekről egyaránt. 35 éves korban ez az adat már 40-45%, 40 éves kor fölött 55-65%-ra emelkedik, és 45 éves életkor fölött pedig 95%. Tehát 45 éves kor fölött 20 termelt petesejtből összesen egy olyan van, amely kromoszomálisan egyáltalán alkalmas lehet arra, hogy egészséges embrió alakuljon ki, hogy létrejöhessen belőle terhesség. Itt még van egy nehézség, hogy itt nem egy petesejtről kell beszélgetnünk, hanem van egy ellenoldal, egy csomó hímivarsejt, és az a baj, hogy az ivarsejtek, amikor van 20 petesejtem, az pont ugyanúgy fog kinézni, és ebből összesen egy lesz az, ami kromoszomálisan használható. Majd ezekhez szembe jön a 20 darab hímivarsejt, ami pont ugyanúgy fog kinézni, és ebből összesen egy lesz az, amelyik alkalmas lesz arra, hogy egészséges embriót hozzon létre. Ez a táblázat azt mutatja, ahogy az életkor előre haladtával hogyan alakul a termékenység. Sajnálatosan nagyon látszik, hogy nagyon szomorúan romlik le a számodat, miközben egyértelműen érzékelhető, hogy a hölgyek első gyermekvállalási életkora az évről évre folyamatosan növekszik. A mi meddőségi centrumunkban az elmúlt néhány évben a hozzánk forduló pácienseknek a mondjuk 38 év fölötti hölgy életkor, az több mint 50% a pácienseknek. Ez sajnos nagyon nehezíti a teljes eredményességet, és nyilván a várt eredmény elérését. Ugye erről az adatról már mindenki hallott, és mindenki tud. Ugye az endometriózis az hogyan kapcsolódik a meddőségi problémákhoz. Ugye az endometriózis egy olyan gyulladásos folyamat a kismedencében, ahol ciklikusan minden hónapban, és hát ugye nem csak menstruációkor aktív ez a szövet, de főleg akkor olyan gyulladásos izzadmányt bocsát ki magából, ami gyakorlatilag a gyulladásos molekulák az egész kismedencei szerveknek a funkcióját rontja. Kismedencei összenövéseket hoz létre, a PETE vezetéknek a transport funkcióját rontja, ami azt jelenti, hogy ugye a PETE vezeték az nem egy gumislag, amin a folyadékot itt beöntöm, hogy ott kifoljon. Ennek ugye olyan transport funkciója van, hogy egy időben ugye a spermiumot kell kifelé vinnie, utána a megtermékenyült embriót kell befelé hoznia. Ez ugye hormonális hatásokra jön létre, ez a bizonyos hol ide viszem, hol oda viszem anyagmozgatás. És amikor egy endometriózisos millióben zajlik ugyanez a helyzet, akkor ez a transport funkció romlik. A petefészek funkció szintén romlik, a petesejteknek a működése, bocsánat, a petesejteknek a minősége az romlik. Ahhoz, hogy egy terhesség létrejöhessen, akár spontán, akár mesterséges úton, a méhnek van egy normál pulzatilis mozgása, ami zavart szenved egy endometriózisos millióben. Ezen kívül, amikor a mi kis spermiumaink kijutnak a petevezeték külső részén, és ott vannak egy ilyen gyulladásos millióben, akkor ennek a spermiumnak a mozgékonysága, a petesejthez kötődő képessége és az élet képessége, ugye azt mondjuk, hogy 24-36 óráig is ott tudunk ficánkolni a kismedencében, egy endometriósos környezetben nem tudunk ennyi ideig. És hát ugye ott van egy legnehezebb rész, mint endometriózis meddőség kapcsolat, ugye a kismedencében hegesedések jönnek létre, és főleg a mélyen infiltráló endometriózisoknál olyan diszpareuniás, tehát szexuális fájdalom tünetek jönnek létre, amitől a hölgyeknek elmegy a kedve a szextől,
tehát ez már önmagában egy teherbeesést jelentősen nehezítő tényező. Itt néhány, itt egy nagyon szép ábrát találtam, és ezt csak ezért mutatom meg. Ugye a fertilizációban a petesejtek termékenyítő képessége gyengül, termékenyülő képessége gyengül, a spermiumnak a kötődő képessége gyengül, a spermiumnak a mozgékonysága gyengül, ugye rosszabb lesz az embrió minősége, az embriók sokkal hamarabb tönkre mehetnek, ugye a hormonrendszerben vannak eltérések, az implantációban vannak eltérések, a petesejtek, az ovuláció kapcsán a termelt petesejteknek a száma gyengül, és a petesejtek minősége is gyengül, és gyakrabban alakul ki ez az úgynevezett Loof-szindróma, amikor nem sikerül az optimális ovuláció, és egy funkció zavarja létre a normál 28 napos hormonális ciklusban. Néhány általános és irodalmilag alátámasztott adatról szeretnék beszélni. A lombik kezelésen átesett endometriósos páciensekben a fertilizációs ráta csökken. Ez egyszerűen az endometriósos betegeknél észlelhető. A jó minőségű embriók száma szintén alacsonyabb lesz, a beágyazódási arányunk csökken, és ezáltal sajnos csökkenni fog a klinikai terhességi arány. Ugye nem csak a petesejteknek a mennyiségén múlik a siker. Petesejt donációs programban vizsgálták azt, hogy azokban a szituációkban, ahol a donor endometriósos páciens, tehát az a fiatal hölgy, aki egész jól termeli a petesejtet, és ad valakinek, akinek mondjuk korai petefészek kimerülése van, ha a donor endometriózisos, ott az implantációs, tehát a beágyazódási arány romlik. Ellenben, hogyha a donor, aki ugye fiatal, sok petesejtet termelő páciens, ad egy endometriózisos, korai petefészek kimerüléses betegnek, illetve most nem betegnek, páciensnek petesejteket, ott az implantációs és a terhességi arányok azok nem romlanak. Ez nagyon fontos a információ. Az endometriózis ugye önmagában a petesejteknek a minőségét is rontja. Ugye a petesejtek körül kumulus sejtek vannak, az endometriósos pácienseknél ezekben a kumulus sejtekben fokozott apoptotikus folyamatok jönnek létre, amely a petesejt minőségének a gyengítéséért felelős. Ugye a sejtjeinknek a működésében a mitokondrium az egy ilyen alapkazán, egy energiaforrás. Kimutatták, hogy minimális és enyhe endometriósos pácienseknél is emelkedett az abnormális mitokondriális szám és működés. A mitokondrium állomány mennyisége csökken a sejtekben, valamint a DNS többszöröződés, tehát a mitokondriumoknak az aktivizálódása szintén romlik. Azt is kimutatták, hogy az endometriósos pácienseknél az aneuploid petesejtek, tehát a rossz kromoszoma minőségű petesejteknek az aránya az magasabb. És akkor a kérésnek megfelelően a 2022-ben kijött endometriózis ESRE guideline-ból szeretnék néhány elemet bemutatni mindenkinek. Ugye az endometriózis menedzselése tekintetében, ha a meddőséget tekintjük, akkor alapvetően a hormonális kezelés az azért nem jön szóba, mert ugye a hormonális elnyomás az akkor jó, hogyha az endometriózis pácienst azért kezeljük, mert ő neki kismencei fájdalma van. Ha az endometriózis páciensnek gyermekvállalási igénye van, akkor hormonszupressziót nem tudok alkalmazni, mert az mind terhesség ellen van. Tehát ez az elem kiesik. Ugye vagy sebészileg kell őt kezelnünk, vagy valamilyen asszisztált reprodukciós eljárásnak kell kitennünk. A sebészeti kezelést, tehát operációt követően, vagy azt mondjuk a páciensnek, hogy olyan jól sikerült a műtét, és az összes egyéb faktora, a férfi oldal, a hormonrendszere, ugye a műtét során kiderül a petevezető állapota, ezek mind olyan jók, hogy a spontán teherbeesésre elengedhetjük, hogy a helyzet az nem annyira rózsás, és emiatt valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárást kell alkalmaznunk. Itt kerül említésre, és nagyon lényeges faktor lesz, ez a bizonyos EFI score,
amire a következő ábrán szeretnék kitérni. Az EFI pontrendszer, ez az Endometrius Fertility Index, David Adamson és munkatársai 2010-ben publikálták le ezt a ponthálózatot. Ez kezdetben eléggé szkeptikusan fogadta a szakma, hogy ez mennyire lesz majd jól látható, de hogy szépen haladtunk előre, és egyre többen próbálták ki, egyre többen használták, és egyre több irodalmi adat jött le arról, hogy ezek a bizonyos esélylatolgatások jól bejönnek, ezért most már az ESRE guideline-ba mint használandó elem bekerült. Miről is szól ez pontosan? Az EFI score azt csinálja, hogy a műtétünk során kielemzem a petevezetékeket, a petefészkeket, a kismedencei állapotot, az összenövéseket, és pontozást fogok alkalmazni. Ezen kívül ugye a páciensnek van egy kórelőzményi adathalmaza, és van egy általános endometriózis klasszifikációs beállítása. Ezekre ő mindre pontokat kap, és a pontok végén azt kielemezzük, hogy a műtétet követő X hónapban neki milyen szansa van a teherbeesésre, ezáltal elengedhetjük őt spontán próbálkozni, vagy olyan alacsony a spontán teherbeesési szansz, hogy inkább a mesterséges megtermékenyítési eljárások felé irányítjuk. Néhány ESRE guideline-t szeretnék bemutatni mindannyiunk számára. Ami nagyon fontos, ezek az ajánlásoknál ugye mindenki, minden szakember az ajánlásokat figyelembe veheti, lehet neki saját individuális terápiás szabadsága, de hogyha modern betegellátást szeretnénk végezni, akkor és olyan szerencsés helyzetben vagyunk, mint az endometriózis guideline csoportnál, akik rendkívül precízen és tényleg nagyon felelősségtudóan nézték át az elmúlt évtizedek irodalmi adatait, és ez alapján hoztak számunkra szakmai iránymutatásokat, ezt tök jó igénybe venni. Azt látjuk, hogy az endometriózisos pácienseknek azért, hogy a termékenységi képességük javuljon, gyakorlatilag nem javasolt hormon szupressziós gyógyszeres kezelést alkalmazni arra, hogy a termékenységi állapotuk megmaradjon. Azoknak a pácienseknek, akik terhességet szeretnének, műtétet követően hormon szupressziót azért, hogy a jövőbeni termékenységi és terhességi arányukat javítsuk, nem szükséges hormonkezelést alkalmazni. Ezek erős ajánlási osztályozásban vannak. Az operatív laparoszkópia végzése endometriózissal kapcsolódott meddőségben, itt nekem van egy saját szkeptikus érzésem abban a megfogalmazásban, hogy az endometriózissal kapcsolódott meddőség, mert ugye a meddőségnek sokféle faktora lehet, és az endometriózisnak meg számtalan osztályozási szintje, és hogy mitől tudjuk kimondani, hogy biztosan az endometriózis az, amitől valakinek a meddősége van, azért, mert találunk nála ugye itt az amerikai klasszifikációs rendszerben egy 1-2 stádiumú endometriózisát. Minden esetre azt mondja az ajánlás, de gyengébb ajánlási szinten, hogy az operatív laparoszkópia az ajánlott endometriózis kapcsolt meddőségben, 1-2 stádiumú endometriózis esetén, és ez javítja a terhességi arányt. A következő hasonló, kevésbé erős ajánlási szinten az úgy hangzik, hogy az operatív laparoszkópia az endometrioma, tehát a petefészek endometriózis kapcsolta meddőségben szintén emeli az arányt a spontán terhességre, de ezek az adatok azért még igényelnek összehasonlító tanulmányokat. A következő hasonló ajánlás a mélyen infiltráló endometriózisnál van, ahol ugyan nincsenek teljesen egyértelmű, mindent elsöprő bizonyítékok a folyamatra, de az operatív laparoszkópia javítja a terhességi arányt, de nagyon fontos, hogy a páciensnek a tünetegyüttesét is kövessük nyomon, és ez alapján hozzunk döntéseket. Ez a bizonyos
guideline-t készítő csoport azt javasolja, hogy a műtéti ajánlásnak a döntése az nagyban függjön attól is, hogy a páciensnek milyen tünetegyüttese van, ezen kívül fontos rengeteg anamnesztikus adatának az elemzése, úgy mint az EFI-score megjóslása. Ugye fontos a jóslás, mert az EFI-scorehoz kéne már műtét is. Ugye a termékenységi faktor, a petefészek tartalékkapacitás. És azt mondja ez az ajánlás még, hogy az 1-2 stádium endometriózisban az intrauterin inszemináció, tehát az úgynevezett inszeminációs kezelés petefészek stimulációval, ellenben stimuláció nélküli inszeminációval a teherbeesési arányt javítja. Már nem sok ajánlást fogok bemutatni önöknek. Az asszisztált reprodukciós technikák, itt a lombik bébi eljárásra gondol a guideline, különös tekintettel a tuba faktorú, vagy a férfi faktorú, vagy az alacsony EFI-szkorú esetben javítja a teherbeesési arányt. Hosszabb távú GnRH agonista kezelés, ami ugye az endometriós gyógyszeres kezelésnek egy korábbi szintje volt, amikor GnRH injekciós kezeléssel 3-6 hónapra ilyen klimaxos állapotba sodortuk a pácienseinket, és az a gondolat, hogy ez javítja a teherbeesési arányt, ez ma már nem tekinthető ajánlottnak. A klinikusok az 1-2 stádiumú endometriózis esetén rutinszerűen nem egyértelműen ajánlják a műtéti kezelést. És azt mondja még, hogy a klinikusok nem egyértelműen ajánlják a petefészek endometriózis kezelését, tehát az endometriumok kezelését a meddőségi, tehát a lombik bébi kezelés előtt. És ami még nagyon fontos, hogy a műtéti kezelés mélyen infiltráló endometriózis esetén sokkal inkább kell a páciens tünetei alapján meghozni a döntést, hogy ezt a műtétet el akarjuk végezni, vagy sem. A kérés volt még az előadásban, hogy a korai felismerésnek a jelentőségéről beszéljünk. Ugye egy nagyon egyszerű matek, hogy minél korábban fedezzük fel a betegséget, annál korábbi stádiummal szembesülünk, annál korábbi stádiumot kell valamilyen módon menedzselnünk. Ugye enyhébb negatív hatás esetén a termékenységi képességünk is jobb. A sebészeti ellátást minél koraibb fázisban vagyunk, annál inkább el tudjuk kerülni. Minél súlyosabb endometriózisról beszélünk, annál nagyobb esély van arra, hogy műtéti kezelést kell alkalmaznunk a teherbeesési folyamat előtt. És minél könnyebb a szituáció, annál kevésbé rögös az út a teherbeeséshez. És ellentétes irányból is elmondható, hogy minél később fedezzük fel a betegséget, annál rosszabb prognózist tudunk a pácienseknek mondani. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.